Igazán nagyon sajnálom, és részvétem nem jó, amikor szülőknek meg kell élni, hogy meghal a gyerekük. Ez egy iszonyú fájdalmas léleknek. És az a kérdés, hogy velünk van, úgy érzem, valamikor igen, de nem biztos, hogy jó, hogy velünk van. Mert mikor mi ragaszkodunk azokhoz, aki meghalt, és akkor maguk mellett tartjunk. De lehet, hogy ő szenved, mert általában a lélek, aki elveszíti a testet, rossz helyzetben van, és ő elmenne tovább, de hogyha mi szeretetünkkel, ragaszkodásunkkal nem engedjünk, akkor kénytelen maradni velünk. Ezért jó átgondolni, hogy lehet, hogy jobb elengedni. És a másik tanítás, hogy mi lelkek vagyunk, és ez az anyagi világ, ez mindig fájdalommal van tele. Ez egy most egy éles tapasztalat, valamikor meghal hozzánk tartozó, és a legrosszabb, amikor meghal a gyerekünk. Ez az üzenet, hogy ébredjünk fel, menedéket vegyünk Istennél, Hare Krishna mantránál, és hogy térjünk vissza a lelki világba, ahol nincsen születés, nincsen halál, nem kell elveszíteni barátunkat, rokonunkat, hanem ott szeretet és boldogság áthatja az egész létünket.